Tisztelt Gyurcsány Ferenc, tisztelt elnök úr, eljött az idő. Nagyon régóta kerülgetjük egymást, közel 20 éve, és én azt hiszem, hogy tényleg itt az idő, üljünk le és vitázzunk. Én nagyon örültem annak, hogy az elnök úr néhány napja elfogadta a fókuszcsoport meghívását, azt éreztem, hogy na, elkezdődik a vita szezon. És aztán némileg csalódott voltam, amikor kiderült, hogy ez mégsem valósul meg. Ugyanis Magyarországnak nagyon nagy szüksége van a vitára. Nagyon nagy szüksége van a konstruktív vitára. És én azt hiszem, hogy ma Magyarországon talán ön és én állunk pártelnökökként a legtávolabb egymástól. Azt hiszem, hogy mi vagyunk az a két pártelnök, aki a legkevesebb dologban ért egyet ma Magyarországon. De éppen ezért fontos, hogy mi is megmutassuk, még ilyen pozíciókból is lehet értelmes és konstruktív vitát folytatni. Úgyhogy tegyük meg ezt, beszélgessünk Magyarország jövőjéről, nemzetünk és társadalmunk sorsképéről.